Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit. Itt a tengerparton vagyok, Hamburgban, a kikötőben, és hát nem jelentkeztem be egy ideje, már van vagy 10 napja, és nem azért van, mert nem akarok én kisvakon videót csinálni, hát kaptam legalább 20-25 kérdést, hogy kisvakon mikor lesz videó, mikor mutatom meg ezt, meg azt, mikor lesz kertszemle, hát embereként csinálnám, tényleg becsület szavamra, de hát mikor. Dolgozom, sajnos családot tartok fenn, én is, mint más két gyerekem van. És olyan munkám van, ami rengeteg utazással jár, főleg belföldi, de hát azért van benne jócskán azért külföldi út, és jelenleg is, mint említettem, Hamburgban a kikötőben vagyok, és nem tudok kertszemlét, meg nem tudok semmilyet csinálni, amit szeretnék. Nagyon szeretném viszont, hogy lecseréljen végre ezt a rengeteg utazást, mert 20 év után már az ember nagyon unja, és ugye az a nagy terv, hogy a kisvakon webshop lesz a nagy megmentő, ami hál' Istennek egész jól alakul, most már kihozta magát nullára lényegében, tehát amennyit belefektettünk, hogy elindítsuk, azt visszahozta. Most nullán vagyunk, tehát igazából innentől fogom már csak felfele vezet az út. Köszönöm mindazon, akik onnan vásárolnak és így próbálnak támogatni abban, hogy megszabaduljak abból, ami... Tudom, hogy sok mindenki számára most nagyon izgalmasnak tűnik ez a rengeteg utazás, de tényleg azért 20 év alatt rá lehet unni. És mivel nem tudok most kertet mutatni, azért mégis mutatnék valamit, van még egy jó másfél órám, amíg indul a repülő. Mutatnék egy nagyon klassz ócskavasat. Hát szerintem ez azért sok mindenkit érdekelne, vagy érdekelni fog. Van benne egy kis, hát hogy is mondjam, ipari romantika. Megmutatok egy tenger alatti állót, ami itt vesztegel a kikötőbe kicsit fennebb. Félig orosz, félig német, de szerintem érdekes lesz. Na gyerünk! No, hát nézzük meg ezt a ócskavasat. Kérem szépen, kaptam itt a bejáratnál egy ilyet, azt mondja, hogy ez egy 1976-os 641B típusú Tango osztályú német tengeralattjáró. 90,16 méter hosszú, 8,72 méter széles, és ha valaki bele fog mászni, akkor valószínűleg a bezártságról, mint olyanról, hát komoly fogalmakat fog alkotni. Maximális merülési mélysége az 400 méter, és 600 méteren összeroppantja a víz mélységben, ugye? Hát ezt már valószínűleg hamarabb is, mert hát előregedett szegény. Bár belegondolok, azért 70-es évek, hát lényegében majdhogy nem egy velem egyidős valami, és hát én jobban tartom magam. Na nézzünk be! Itt még elmondom, hogy 3 darab 1733 lóerős dízelmotor hajtotta valamikor ezt a jószágot, és 3 darab 1740 lóerős villanymotor szintén, és 13 csomóval halad a felszínen, víz alatt viszont gyorsabban 16 csomóval. Még annyit szeretnék elmesélni, úton a tengeralattjáró felé vagyok, ugye itt van egy fantasztikus kinézetű, érdekes üvegszálból készült hajtólapátokkal rendelkező torpedó. Szóval annyit szeretnék elmondani, hogy érdekes, Németországban vagyok, de megpróbáltak átrázni, ugyanis a bejáratnál a hölgy az kérdezte, hogy mondta, hogy csak készpénzzel lehet fizetni, és mikor mondtam neki, hogy azt az S betűs szót, akkor azt mondta nekem a hölgy, ja, bocsi, hát ha nincs készpénz, akkor lehet kártyával is. Hát azért ez így nem Németországot jellemezte mondjuk ezelőtt 20 éve. Hát manapság úgy látszik, hogy itt is bepróbálkoznak az emberek, hogy megpróbáljanak, hát hogy is mondjam, csak befolyásolni készpénzes fizetés irányába. Úgyhogy igazából lehet kártyával is fizetni. Úgyhogy aki esetleg úgy jár, mint én, hogy eljön megnézni ezt a jószágot, és hát meg akarja tekinteni, be akar menni a tenger alattjáróba, az hát tudja, hogy azért kártyával is lehet, akkor is, ha azt mondják, hogy csak készpénzzel. Na, kukkancsunk be. Psz. Meredek lépcső vezet le a toronyból. És az a vicces, hogy sokkal mélyebb, mint itt kívülről tűnt. Azt a mindenit. És itt is vannak a kilövő csövek. Ha, de jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 torpedó tölthető be egyszerre, úgy tűnik. Szimulált tisztek itt vannak, és mellettem itt van a torpedó is. Látom, hogy ezt egy szerkezet tudja mozgatni. Itt jobban megfigyelhető az illető szerkezet. Ugye erre jön ráhasalva a hatalmas és egyébként nagyon nehéz torpedó. Ott meg talán a szembe tudok kukkantani a csőbe is. Ha trükközök egy kicsit, lássuk. Ez sok. Na talán így.
így látszanak a kilövők. Érdekes, ugye, hogy ahogy bejöttünk a tenger alatti járóba, 4 méterrel odébb van még egy kiút a tenger alatti járóból ehhez. Látható, hogy egy két ajtóval elzárt, külön elárasztható kamra is van itt. Nem tudom, hogy ez valami vész kiutás lehet-e, vagy valami más. Minden esetre érdekes, és az is érdekes, hogy itt benn viszont már műanyag a lapát. Szerintem ez eredetileg réz. Csak ugye ez már egy múzeum. Bárki tudja. Végül is a 70-es, 80-as években már üvegszál is volt, meg minden volt. Haladjunk tovább a következő kamrába. Így nem lesz egyszerű, ugyanis egy táskát is cipelek. Körülbelül ilyen 50-60 centis lyukon lehet bejönni. Jó kelet-német divatnak megfelelően az órákon és a kezelőfelületeken is orosz feliratok ékesednek. Ami hát aztán teljesen természetes, hiszen hát valószínűleg a kezelést azt ugye orosz kiképzésű emberek végezték. És megtaláltam a vészkijáratot is a tenger alatti járóból, ami hát gondolom én, hogy ebbe az ajtóba valahogy be van építve. Azt nem tudom, hogy hogy, de valahogy, ugyanis az ajtó az nem nyílik. Na nézzünk tovább. Hopp, egy legénységi, megváltoztatom a kamerát, talán így jobban látszik, egy fürdőszoba, vagy mosdó, vagy valami ilyesmi. Inkább mosdó, mert WC-t nem látok. Viszont hát elég puritán maradjunk annyiba. Kb. 1,50 m magasan lehet ez a vasdarab is, úgyhogy hajtott fővel lehetett itt élni. Az utazást folytatva bal oldalt a másodtiszt és a kapitány saját lakóterme és egy legénységi kajálda, ilyen nagyon klassz ipari lámpánkkal, tök jól néz ki az egész. Vicces szellőzők vannak. Hát igen, technológia remekei. Itt tényleg nem a kényelemről szólt a dolog. A tiszti kabinba bemenni nem lehet, viszont betekintést nyerhetünk. Szerintem ilyen egyszer másfél méter lehet. Szekrény, aprócska ágy és egy mosdó. Hát enyhén szól a bezártságérzet. Újabb hálótermek. Ez a doktornak a hálóterme. Hajó doktor. Gondolom neki is a kényelmese járt. A folyosókon látható hangos bemondó nekem édesapám szokor rádióját emléke. Legalábbis annak a hangulata. Köszönöm vissza. Ezekről nem is tudom, valami nagyon furcsa, ilyen 70-es évekbeli műanyagból alkotott, de az a tipikus 70-es évek dizájnja az egész, de nagyon, nagyon aranyos, aranyos. Talán jobban látszik, hogy egy ágy, az körülbelül 1,30 m hosszú, tehát kinyújtott lábbal ezek az emberek nem tudtak aludni egyáltalán, tehát konkrétan ez 1,30 m hosszú ez az ágy, behúzott lábbal, kucorogva. És akkor menjünk tovább. Tényleg egyre szűkebbnek érzi az ember. Hopp, ez a betegszoba. Na, itt ki lehetett nyújtani a lábat. Ez egy olyan betegszoba, ahol egy 1,80 m magas ember talán ki tudja nyújtani a lábát. Az orvosi szoba mellett megtaláltam a... Nem tudom, hogy több vécé van-e, vagy csak egy, de megtaláltam a vécét. Hát valami igazi olasz luxus. Az a helyzet, hogy itt is egy vészriasztó. Egy darab ócska, fém, a vécé, mindenféle kütyük mellé beékelve, iszonyat pici, iszonyat macskos, és iszonyat lehangoló. Hát maradjunk annyiba, hogy nézzük meg, mi van a tenger alatt járó gyomrában. Lejjebb megyünk egy szintet. Kicsit azért nehéz, mert közben a vállamon cipelek egy csomagot.
Egy szinten lejjebb jutva, műszerszoba, vagy itt látom, hogy valahova még lejjebb lehetett bújni. Áramfejlesztő, kiloamper óra, 4000 amper, riasztó, és itt újabb mosdó, fedélzeti mosdó. WC-t itt nem látok érdekes módon. Bolzasztó klausztrofób az egész, be van húzva a nyakam, én nem vagyok nagyon magas, 1,80, de nem tudok egyáltalán kiegyenesedni. Most már próbálunk behatolni azon a lukon. Na, lássuk, hogy kell ezt csinálni. Azt a mindenit. Hát, olyan nagyon gyorsan nem lehet. Közben be is vertem a fejemet. Hát emberek, innentől fogva ilyen 1 méter 40 centire csökken a magasság. Nézzük meg, mi van a gépszobába. Lényegében teljesen legörnyedve haladok. Nagyon-nagyon-nagyon pici a hely. Ez a periszkóp lehet vajon? Vagy a levegőztető, levegő szedő cső motoroknak? Hadd lássuk. Igen, hát ez levegő. Itt a hűtőszekrény. Egy érdekes dolgot találtam, itt a cső jól látható módon meg van hegesztve. Látjuk? Hát nem tudom, hogy mennyire szeretném én ezt látni, mikor ez itt, akik itt éltek, hogy ilyen hegesztett csövek, de iszonyat vastagon, tehát nem értem, hogy miért kell ennyire feltölteni anyaggal. De valószínűleg iszonyatos nagy nyomások uralkodtak itt. Na, bújjunk át a következő terembe. Nézzük meg, hogy ott mi van. Egy újabb hálókabin, tiszti kabin. Ez is teljes hosszúságú ágya. Itt is jól lehetett aludni. Körülbelül 40 centie van a feje fölött. Éjjel, ha hirtelen felül megpisülnie kell, akkor ez 8 napon túl gyógyul. Arra egy újabb étkező, vagy valami étkezőhöz hasonló dolog, és akkor visszafel a túloldalt. A lépcsőn felérkezve, érkezünk a konyhához, és azt kell mondanom, hogy a szakácsnak volt a legtöbb helye ezen az egész tenger alatt járón. Ami elég durva. Átelembe. Hát ezt gondolom itt a hajógépésznek a helye, akik megpróbálták egybe tartani ezt a jelenleg roncsot, de hát régen se lehetett egy ilyen iszonyat fejlett dolog. Na, haladjunk tovább. Hű, talán az eddig legtágasabb folyosóhoz érkeztünk. Ilyen jó még sehol nem volt. Special Intelligence Room. Kérem szépen, a kémeknek fenntartott hely. Icipici lyuk ez is. Vele szembe olyan tiszti szoba, de ez is zárva nem lehet bekukkantani, viszont itt egy ablak megengedi. Hát itt már teljes értékű ágyak vannak. Úgy látszik, hogy csak a legénységnek volt ott olyan szívás, hogy kucorogni kellett. A tisztek azok jó el voltak itt. Hát igen, ezek sokkal keskenyebb, rövidebb ágyak, mint eddig. Gépészet újra. Gépszoba.
Na, megjöttünk a gépszobába. Ennyi órát szerintem Svájcban nem lehet találni. Mint amennyi itt van. Kérem, itt mindent is megmértek. Most amint ez kiderült, ez a turbodízel motoroknak a kezelő szobája. Ezekről van ez a sok adat itt begyűjtve, kérem szépen. Itt egy tábori telefon, és újra a gyönyörű szép hangszóró. Szóval a turbodízel motorok szobája következik, és ez itt az ellenőrző és kezelő felületük, és azt kell róla tudni, hogy állítólag ebben a helyiségben, illetve a motorok szobájában, ahol most fogok belépni, és itt imitálták is a hangot, itt iszonyat terjedelemmel dübörögtek a motorok, tehát állítólag nem is lehetett fülvédő nélkül lenni, és ha az uralkodó hőmérséklet a nap 24 órájában utazáskor itt 60 Celsius fok volt, és ezen a 60 fokon teljesítettek szolgálatot a motorkezelők. Hát kérem szépen, ha van a földön pokol, akkor valószínűleg ez a földi pokol. Láthatóak a szelephimbák, hát nem picik, eléteszem a kezemet. Ezek a szelephimbák ugye hajtják a szelepeket, turbodízel motorok lejjebb vannak. Egész tágas helyiség, bődületesen olajszag van. És ha itt tényleg 60 fok lenne, akkor szerintem körülbelül 6,5 percig bírnám anélkül, hogy szörnyet halljak. Kemény fickók voltak ezek, az az igazság, hogy ezt 24 órán keresztül bírni. Ne menjünk tovább az eleje felé. Jelenleg itt vagyunk. Itt az eleje. Itt jöttem be. Iszonyat nagy ez a hajó. Nem tudom, hány szelep van egy ilyen vackon, de bődületes. Lehet az ajtó mögött is haladni. Csak oda nagyon be kell bújni, úgyhogy maradunk itt a szélesebb folyosónál. Ha nem cipelnék, táskát egyszerűbb lenne. Kezelő felületek. Hát ez mind a gépészet. Itt is egy régi telefon, meg a hangszóró. És rengeteg pneumatika, meg hidraulika, meg elektronika. Hát amit elektromos motorok, ezek aztán levegőt mozgatják. És egy fantasztikus vécé. Ezt gondolom ez a gépészeti szobának a vécéje, ne kelljen már elmenni messzire pisilni. Meg ha tudja, hogy elromlott a motor, és mondjuk víz alatt vannak, vagy probléma van, akkor ne a nadrágba végezze a dolgát. Sok itt is mi van. Gépészet. Sok-sok gépészet. Na tovább. Érdekes gázpalackokba botlottam itt a rengeteg cső meg csap között. Most elképzelem azt, aki itt fejből tudta, mert írás az nincs rajta, hogy még tekertyű mit fog kinyitni. Hát igen, minden tiszteletem annak, aki ezt így betanulta. Áthosonva. Hát ez meg tűzoltó lenne. Hát itt is kismilliárd tekertyű. Hihetetlen, nézzük meg, sehol nincs felirat. Tehát tényleg egyiken se. Egyszerűen nagyon ritka a felirat. Itt nagyjából mindenki kellett tudja minden tekertyűt, hogy mire való. Igen, ez tűzoltó berendezés. Hát igen, tenger alatti járón az valószínűleg a legdurvább rémálom. Itt egy újabb palack előttem. Gondolom nem, vagy létezhet, hogy itt lenne az oxigén, és akkor azért kellett ide a tűzoltó, de hát nem tudom. Egy mosdó. És akkor a vészkijáratom úgy néz ki, hogy el is hagyjuk a
tenger alattjáró belsejét. Ez az a rész, ami megtekinthető belőle. Ki van állítva egy csavar is. Illetve gondolom én ez lesz az oxigénpalack. Ez már ugye eléggé úgy néz ki. Luftasche, hát ez lesz az, így van. 400 báron lényegében levegő volt benne, nem oxigén. Tehát 400 báros nagy nyomású levegő. És azon aludtak, békés álmot aludva az emberek. Gyakorlatilag 400 báros palack fölött. Komprimált levegővel töltve. Fantasztikus alvóhelyek. Gyenge 50-60 fokba. Hát, kérem szépen, aki itt dolgozott, azt tudta, mi az, hogy tesztoszteron. Na, kandikáljunk ki a hajó felső részén. Mi történik? Kicsit örülök is, mert elég klausztrofób érzés. Nem vagyok klausztrofób, de mégis az valahogy. Tehát nincs bajom a bezártsággal, de ez a hajó, ez mégis valahogy azt okozza. Elég durva életkörülmények. No hát, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. A mai tengeralattjáró járásunk végére érkeztünk. Üdvözlök mindenkit, hétvégén jövök kisakant videókkal. Addig is a viszontlátásra.